Köszönöm akkor a biztatást, megyünk a harmadik szigetre, azt mondjátok, lesz nehezebb, lesz könnyebb is, kíváncsi vagyok rá, annyi biztos, hogy megyünk. A harmadik szigethez itt van akkor Inquil Isle 3, belépünk, és akkor itt lesz... Ja, megint itt van, oké, a táncos. Na szóval, úgy tűnik, hogy újra alábecsültelek titeket, hát az biztos. Megadtuk, ami kellett, az a sárkány volt szerintem a legnehezebb mehetünk. Sok móka vár ránk minket, móka vár a harmadik szigeten. Hőha! Úgy tűnik, hogy feldrabolják az tartozókat. Figyeld, hogy beszél az ördöggel az a kocka. És csak úgy tűnik, hogy valami speciálist adjunk ezeknek a srácoknak. Figyelj ezt a fejed! Nem tudom, boss. Valami furcsaság van azzal a kettővel, valami furcsaság. Ne aggodalmaskodsz, Dice, haza a kettő. Ki akarnak próbálni engem? Én várok rájuk. Hát igen, az lesz a vége, hogy őket leküzdjük, ez szerintem nem is kérdés. Ne, akkor lépjünk be akkor a hotelbe, ez itt mozgó Honeycomb Herald. Nézzük akkor, ez mi lesz ez a honey. Meglátjuk, hogy milyen a... mi kell ide. Azt mondja, hogy hoztam csak a simát, vagy várj csak erre. Most akkor kit kell itt legyen, hogy az egy bomba. Hogy jó, a sebzés az olyan... minden irányú sebzés. De akkor itt most ki a... Ez a boss, vagy az, ami ott volt az elején. Lehet, hát így... Nem merek nagyon lent maradni. De lehet, hogy itt kellene, mert... nem jön el teljesen odáig. Ott robbanózik. Úgy innen alulról. Lentebb fele nem küldi a bomba. Jó, legyőztük. Az kész, szegény. Ja, hát ez a méhecskék ott úgy dolgoznak, a dolgozók, vele küldjünk most innen. Na, az mit fog csinálni? Az jön felé. Hát akkor kerüljük. Kergetőző kettő! Ott fog lejönni, gondolom. Küldjünk rá egy nagyobbat mindjárt. Wow, állj! Az olyan háromszöglövős. De ha nekem jön, az is sebez. Középen jön? De várjál, akkor itt most... Fúj, mi van ezzel? Köpni akar? Vagy mi van a szájával? De láttad azt a visszafordul? És... Jó. Várjál, jön már megint, szerintem akkor oda-vissza. Akkor mondjuk itt lehajolok. Jó. Lehajol... De az a baj, közben a platform mozgó... Várjál. Szerintem lelőttem, vagy... Olvasgat? Mit olvas? Wow, hipnózis! Figyeld! Mit csinál ez? Várjál! És most? Jön vissza lentről. Az utolsó fázis. Milyen az a repcsi! De itt most lefelé hogy sebez? Ide is a lobberke! Mert így lefele most hogy sebezzem? Ha elég lent vagyok, akkor sebezhetem nyilván, de... De az is csak ezzel, és akkor nem fullos sebzés, tehát nem megy rá az össz... hirtelen felcsap. Habár mondjuk, majdnem... Hát, szerintem már... A lobberrel már legyőztem volna. De a lobber még nem oda... Nem lő oda... Az meg túl lő a szélére, most akkor mivel lője? A chasert mondtátok még, a chaser az odalő. A chaser az egy az egybe odalő. Habár neki alacsony sebzés, de legalább... Legalább egy az egybe. Na már csak túl kell élni, tehát hogyha tudom, a Úristen, de közel! Jó. Ez a kezes. Mert legalább a... De láttad, honnan jön ki innen? Szélről, büf, ne! És megint milyen közel! Jó, sikerült, ott leestem pedig, várj, leestem ott szélen, de volt még annyi HP-m, fú!
Jó, ez a cséz. Amúgy mindegyik fegyvernek megvan a helye, és jó kezek. Másfél perc, 1 HP, 0 peri, ott az elején lehetett volna perizni. A szupermétert nem is figyeltem egyszerűen. Na, C. Menjünk itt, sétáljunk tovább, nézzük oda, vagy az a ház is ott úgy aktív, ez itt mit akar mondani. Oké, kell egy kis tip, jó van, akkor mixeljem a fegyvereket. Jó, nem működik mindegyik ugyanolyan, jó, hát ezt a tippet vissza a második szigetre, oda lehetett volna tenni. Na nézzünk, akkor hajókázzunk, tovább nézzük meg a shooting and looting, oké, és captain. Lássuk, milyen kapitány van itt, a kapitány pont kit akarja az én kamerám. Jó, a kapitány a hordóval kezd, aztán, jó, ez perizni tuti lehet, jaj, ez a periző. Habár nem mindegyik, tehát sárgát is lő. Itt viszont így, hát viszonylag, ha közel vagyok, és nem lövöldözget, akkor el lehet úgy támadgatni. Vagy egyszerűen ide jövök hátra, és akkor egy az egybe őt úgy tudjuk sebezni. Mert vagy hármassával lő egyébként, úgy látom, tehát közben jön az egy fázis, kettő, négy. Jó, meglátjuk. Hoppá, fütyült egyet. Mi volt ez a füty? Ó, figurám! És azok sebzők, azok a fekete kis pongyolák. Az kellemetlen lesz. Megint füty. Ez már a második fázis? A cápa jött ott oda, nem? Ez olyasmi lesz, mint az a cukorkás néni, az a cukorkás. Az is mindig valami gofrit küldött, a nyalókásat küldte, meg mit tudom. Az ott mi? Tűnés. Tűnés, na várjál a szupert, nyomjuk el a szupert. Mondjuk maxon vagyunk. Ez sebezte egyáltalán? Hát lehet, hogy sem. Még mindig ezzel küldözget. Ó, már maga a hajó, figyeld, maga a hajó lövöldözget. Hogy csámcsuk ahhozik, és pont bele, hogy... De akkor... Ja, ez akkor megy. Jó, csak így jönnek be újabb, meg újabb nehezítések. Jó lesz. Várják, közben jön itt minden az áll... Az a cápa jön, minden lő. Ugorjam át. Perizzek. De legalább ez ne rágcsálna itt aztán. Úgy ez az egyik legbosszantabb rágcsa. Majd de legalább akkor... Várjál. Jó. Ezzel legalább megy a sebzés oda. Igaz, hogy kevés szerintem. Fú, a Peri mentett meg! Gyerünk, küldjük. Hoppá! Izzad! Még ez az utcsó fázis. Tudja, hogy ez az utcsó, de mi jött? Jött egy kilövés, jött egy fentről egy lövés, ez az utcsó fázis. Várjál, most maradok itt szélen. Nézzük akkor. Jött a háttérbe, az csak a... Csónakász volt, vagy mi. Én meg azt hittem, ott is jött lefelé valami. Úgy tűnik, hogy itt akkor így körbe-körbe jönnek azok. Na, 3 HP-val itt vagyok. Erre azt át. Utána megint tovább, de... Jön még a... Ó, van másik fe... Tudhattam volna, hogy lesz még valami bántása. Tehát akkor az a tüzes, meg az ordítás ennyi van? Ja, most lesz az a... Ja, de rám esik a... De olyankor mit csináljak? A hordó meg rám fog esni! Olyankor mit csinál? Azt a hordót le kell onnan vágni, az hat me... Na, nézd meg a hordót, hordó... De jön rám felé... Na... Ezt te... Hogy mennyire ké... Tehát ez mozog, közben mozog! Hát ez nem igaz. Tó, te! Ho-ho! Most jönne a könnyebb boss, mert nem tudom erre a kettőre mit gondoltatok. De most már jönne valami könnyebb itt. Ja, lehet ennél csak nehezebb lesz. Na, megvan a Captain Britney Spears, úgyhogy ez szép áránk lett. Aztán akkor menjünk itt tovább. Itt van, ez egy Renengános pálya. Mi perüli Spears, Renengán. Nézzük meg, legalább szerzünk érméket, aztán meg tudunk venni. Hát nem tudom, talán a Chaser nevű. Van még a
a Chaser nevű fegyver, aztán van még az a Kofi, meg a HP valami, hogy egy extra HP, azt hiszem ennyi van, úgyhogy ja, na várjál, annak mennyi HP-ja van? Annak van a sok HP-ja, ő aztán beválasztotta ezek a halak itt, várjál, vagy jó, egy, szerintem átdeselünk, aztán arra rá lehet, jó. Sebző, nem tudom, hogy sebezni kell ők, nem biztos, de szerintem lehet, nem is lehet őket úgy kiiktatni, hanem csak menni. Ó, az ott le fog szakadni? Jó, hát még fegyvert nem rákuram, fegyvert nem választottam, de mi az az áramlövő? Hol tartottam? Felén én hát nem tudom, hogy jók ezek a fegyverek? Erre rá kell így pattogó perizni. Hogy... De te most itt fogsz... Nah. Na. Jó, legyél így. Jó. Itt mi csinálja? Ott mi van azzal? De az a rákorom meg... Jön újra meg újra. Mert ott meg mekkorát kell ugorni, hogy bounce-oljak. Jó. Most már... Innen nem jön a rákurom, mert az elég bosszantó volt, hogy oda-vissza játszadozi. Na ez... süllyedős. Hopp. Ez mi? Hey. De az ott mi? Hát... De egyszerűen hátrafele csúsztat! Még ez van. Ez a szakasz, hogy ott dobálják a homárokat, vagy mi van ott? Ez a szakasz! Le lehet azokat lőni, csak közben itt a kristályok jönnek. Hey! Ez kamu! Hát egyszerűen még a... Ez jó. A Chaser chaseli lefelé őket. Közben nekem csak a rózsaszín... tehát... Erre a Perry-re kell figyelni. Mert ha Perry-zem, akkor nem megy le. Na! Jó! Na, de a Chaser... Hát azért nincs, mert nagyon kevés életük van az a dobott homároknak. És akkor a Chaser megy utánunk már... A Perry miért 0/3? Na, megint egy kamuság, hát nem igaz, Béra, nem baj. A lényeg az itt van, hogy akkor nyílik tovább a helyzet, háromszöget megnyomva, akkor a listán a Honey Buttons, a Captain, meg a Perilous Pierce, hát ott még van, azt mondja, a 3-5, meg még legalul 1, tehát 6 cucc, elvileg még 2 epizód, meg még ott a finálé, hát... Törekszem rá minél gyorsabban, de kifogott már rajtam a sárkány, úgyhogy attól félek, még kifog, majd még rajtam valami. Viszont, ha ilyen jó tippeket küldtök, akkor semmi nem foghat ki rajtam. Találkozunk legközelebb.